Szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan kövesd nyomon a kiadásaidat. Amikor költségvetést tervezel magadnak vagy a családodnak, akkor legelőször azzal kell tisztában lenned, hogy mennyi pénzt költesz el egy adott hónapban. És most nem kizárólag a sárga csekkek befizetésére gondolok. A lényeg az, hogy minden egyes kiadást, igen, a 100 forintos kávét is az automatából fel kell jegyezned annak érdekében, hogy egy teljesen tiszta képet kapja kiadásaidról a hónap végén. Ezt természetesen akármikor elkezdheted, akár a mai napon is. Én azt javaslom mégis, hogy havi szinten elemezd a kiadásaidat, tehát az adott hónap elsejétől a következő hónap elsejéig vizsgáld, hogy hova és mennyi pénz folyik el. Az adott hónap kiadásait és bevételeit pedig vezesd egy Excel táblázatba. Azért, hogy megkönnyítsem a dolgodat, a videó leírásába feltöltöttem azt a táblázatot ingyenes költségvetés tervező néven, amit én is használok, úgyhogy töltsd le most, és látni fogod, hogy hogyan működik ez az egész szisztéma. És akkor nézzük meg azt, hogy mi kell ahhoz, hogy napi szinten nyomon tud követni a kiadásaidat. Először is papír és ceruza. Amikor én egyetemista koromban elkezdtem ezt az egész rendszert, ezt a nyomkövetést, akkor még nem voltak okostelefonok és applikációk, voltak viszont ilyen kisalakú A5-ös füzetek. Én is ezzel kezdtem dolgozni. Ez a füzet mindig nálam volt. Reggel a buszon felírtam az aznapi dátumot, és beírtam alá az összes kiadásomat azon a napon, aztán a hónap végén az egészet beírtam egy Excel táblázatba. Ma már szerencsére sokkal egyszerűbb az élet, vannak nagyszerű applikációk, tehát füzetet sem kell magaddal hordoznod. Rengeteg nagyon hasznos és ingyenes applikáció létezik, amit letölthetsz a telefonodra. Én most egy magyar fejlesztésű és teljesen ingyenes applikációt használok, aminek az a neve, hogy Coin, K betűvel, tehát K-O-I-M, ez van letöltve a telefonomra, elérhető iOS-re és Androidra, és van asztali verziója is. Beállíthatsz rajta a rendszeres költségeket, és jelszóval is védheted az adataidat. A leírásban természetesen megtalálod ennek az applikációnak a linkjét. Úgyhogy én azt javaslom neked, hogy kezd el nyomon követni a kiadásaidat még a mai napon. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!